Maguk most azt várják tőlem, hogy az elvárások megsértésének elméleteiről beszéljek. Nos, kedves érdeklődők, ebben a pillanatban éppen az önök elvárásait sértem meg. Hogy miért? Talán a műsor végére ez kiderül. Ez miért is fontos? Nem fontos, ez az én elméletem. Monumentális gondolatai manifestációi, melyek mondatok formájában realizálódnak, limitált mentális képességeik számára nem mind akceptábilisak. Dialógusom kontinuitása így megszakad, nem jön létre az argumentumok szintézise. Magáról az elméletről is. Ahhoz, hogy megértsük, hogy miről is van szó, fontos tudnunk, mely három tényező befolyásolja elvárásainkat. Ezek a tényezők a következők. A kommunikátor neme, életkora, személyisége és a stílusa, a szociális normák, illetve a státusz. Ha a megszokottól eltérően viselkedik valaki, könnyen összezavarhatja a körülötte levőket. Egy vezető pozícióban dolgozó személy esetében ez a viselkedés hatalmas zűrzavart idézhet elő. Amennyiben bármilyen politikus gitárral a kezében piros bohócorral interpretálná a közelgő fizetés csökkenést, még nagyobb elégedetlenséggel konstatálnánk, mintha a megszokott módon öltönyben egy pulpitus mögül tenné ezt. Hazánk fővárosában rendkívül sokan használják a tömegközlekedést úti céljuk elérése véget. A legkülönbözőbb emberekkel találkozhat az, aki felszáll bármilyen járműre. Az itt kapott ingerek teljesen változatosak, de sajnos a negatív példák gyakoriabbak, mint a vidám jelmezesek vagy a hírességek, akik a tömegközlekedéssel utaznak. Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak. A Gyöngyösi utca következik. Központ végállomás következik. Bizonyára mindannyian tapasztalhattuk azt, hogy milyen idegesítő, ha valaki folyamatosan hangosan telefonál. Hasonlóan idegesítő tud lenni, ha valaki hangosan zenét hallgat. Mindenkinek a szíve jog a zenét hallgatni, de ha nem figyelünk oda a mellettünk utazókra, kellemetlen perceket szerezhetünk nekik. Említsük meg, milyen az, amikor valaki olyan közel ül le hozzánk, hogy szó szerint belemászik az aurámba. Kapcsolatban, amennyiben bármilyen elvárás megsértésre kerül, hosszú távon komoly problémák keletkeznek. Amennyiben a megcsalásig fajul a helyzet, érdekes szituációk alakulhatnak ki, ha ezek kiderülnek. Thank you.
Fontosak a megsértett fél reakciói. De mi van akkor, amikor több megsértett fél van? Hát figyelj ide, Kincső, én már nem szeretlek én téged úgy, én már azt mondtam neked. Igen. És ő miatta? Ezek a c*** miatt. Jézusom! Bizonyára mindannyiunknak van olyan ismerőse, akivel azért nem vagyunk annyira jóban, hogy szívesen és hosszan hallgassuk élettörténetére legkisebb rezdüléseit is. Kedves ismerősök, gondolkodjatok el ezen, hogy vajon feltétlen szükséges-e ez a letámadás. Már kicsit lekéstem, gyere. Maguk most azt várják tőlem, hogy az elvárások megsértésének elméleteiről beszéljek. Nos, kedves érdeklődők! Ne meg a kamera! Hát így, nem hallom! Most így levettem el! Már onnan várjuk. Jó lesz az, csak bátran van. Kérem vigyázzanak, az ajtók zárulnak. Nem kell hang, elég a tárgyasz.